vízből ki, és már futás is a kerékpárokhoz, hogy a korosztályonként megszabott távot letekerjék, majd futásra váltsanak a 38. sportolna triatlon ifjú versenyzői. Rangos eseménynek adott otthont ismét a Tolna megyei üdülőfalu Faddombori, hiszen július utolsó hétvégén itt rendezték meg a triatlon fesztivált. Az ország szinte minden szegletéből az utánpótlás, illetve a felnőtt korosztály sportolói is rajthoz állhattak. Kis Bence 10 éves, Borotáról érkezett, és másfél éve triatlonozik. Gyors vagyok. Azt szeretem. Hogy a vízbe az, hogy hideg, a biciklibe pedig az, hogy a szél a fejembe kap, vagy a hajamba, és a futásban pedig az, hogy gyorsan. Borotán volt egy futás, és ott a tesómnak mondták azt, hogy triatlonozzon, és akkor én is kipróbáltam, és akkor most megkedveltem. Volt olyan versenyző, aki családi hagyományt követve választotta ezt a sportot. Apukám is triatlonozott régebben is azért. A futást szerettem a legjobban. A kétnapos rendezvényen a szervezők sokszínű programokkal készültek, mind a versenyzők, mind pedig a sportág iránt érdeklődők számára. Délelőtt volt a kisgyerekeknek egy ilyen újoncok bevonása a sportágba, úgy hívjuk aquakid, akinek úszni kellett és futni. Aztán volt egy próbát, a triatlon, voltak felnőttek, idősebbek, öregebbek, soványok, kövérek, nagyon hangulatos volt, akik 100 métert úsztak, 2 kilométer bicikliztek és 500 métert futottak, tehát nagyon könnyen teljesítő távokat teljesítettek. Most meg már az ország legjobb utánpótlás versenyzői indulnak különböző korosztályokban és különböző távokban. Az ország minden részéről jönnek, Tiszaújvártól, Debrecenig, a Fradytól, a Nyíregyházáig, a Pésttől, a Győrig, a Sopronig, tehát szinte meg tudnám nézni pontosan hány városból. 800 körüli a versenyzők létszáma, tehát úgy gondolom, hogy elég jó a létszámunk. Annak ellenére, hogy egy páran nem jöttek el az időjárástól félve, én is aggódok, mert ugye most akkora szél van, hogy már le kell bontanunk lassan a szélkaput, de abban bízok, hogy a gyerekek legalább normálisan lemennek. Felnőttek azok meg mindent kibírnak, mert azt mondja a mondás, hogy járom meg mindent kibír. A gyerekek 5 éves kortól 16 éves korig mérték összetudásukat a versenyen. Először mindig a fiúk álltak rajthoz, majd őket 5-10 perc különbséggel követte a lánymezőny. A délután pedig már a felnőttek összecsapásáról szólt. Érdekes nagyon, mert változatos, mert háromféle sportágat űznek, nem monoton, mert egyiket éppen befejezi, már jön a másik, és azért elég nagy közönség van, biztató közönség, közben kapnak frissítőt, a célba ott a dinnye, ott a fornetti, ott van egyéb ajándékok nekik, és úgy jön, hogy jó érzik magukat, és szeretnek ide járni. Délután jönnek a felnőttek, igen, 3 órakor, akik a sprinttávot teljesítenek, nekik 750 méter úszás, 20 km kerékpár és 5 km futása feladat. Magyarországon egyedül nálunk van az, hogy ezt többféle variációban lehet teljesíteni. Aki például nem akar futni, fáj a lába, vagy nem akar futni, az csak úszik és kerékpározik, az az aqua bike. Valaki csak úszni szeret, vagy futni, vagy kerékpározni, ő meg az én váltóba indulhat. Tehát mindenféle, a párokat összehozzuk, tehát egy férfi meg a lány együtt teljesíti a távot. Tehát mindenféle variációban teljesítetik a triatlon távokat, az a lényeg, együtt mozogjon mindenki. Szent Péter azt is hozzátette, hogy edzők hiányában a Tolna megyei régióban az utánpótlás korosztályban nem igazán vannak sportolók, ettére még van hová fejlődni ennek a sportágnak. Az idősebb korosztályból viszont sokan űzik még a triatlont.